27 év nagyon sok idő, ez már tulajdonképpen a felnőtt kor. Ön az, aki hitelesen el tudja mondani ennek a fesztiválnak a kezdetét, hiszen itt van. A kezdetek óta minden évben? Igen, minden évben itt voltam, hol zsűri tagként kezdtük, a kertészeti főiskoláról jöttünk kollégáimmal, és később, mint a terület berendezője, szervezője, virágkötőversenyek szervezője, mert akkor már ugye az Egyesület, a Virágkötők Egyesületének elnöke voltam, és tehát végig láttam, sőt most pedig ugye a fiatalok, akik átvették tőlünk az Egyesület vezetését, ők szervezik. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy ugye végig fényképeztem is az egészet, tehát egy nagyon kedves kis gyűjteményem van. Hogy nézett ki ez a sportcsarnok 27 évvel ezelőtt az első virágkiállítása? Hát talán nem is a sportcsarnok a kezdeni, mert azt hiszem akkor még nem volt sportcsarnok, hanem a Kékiskolának nevezett épületben voltunk. A tornacsarnokot és a folyosót is megtöltöttük virágkötészeti munkákkal. Aztán utána, amikor a sportcsarnok elkészült, akkor gondolom már nagyobb volumenű lett a dolog. Hát igen, mert megnövekedett a hely, ugye, mert először még tyúkokkal együtt voltunk, ha jól emlékszem, a Kékiskolában, és aztán átjöttünk ide. Itt viszont óriási nagy hely, bemutatkozási lehetőség volt, és van ma is, tehát érdemes megnézni ezt. Ha visszatekint a 27 évre, akkor milyen irányban változott a dolog? Vagy ez úgy évente más volt? Tehát egyik évről a másikra mondjuk egyet léptünk előre, aztán kettőt vissza, aztán ötöt előre. Hogy volt ez? Mindig előre léptünk, ugyanis a virágkötészet az egy önmagában fejlődő, változó, mondhatom azt, hogy kézműves tevékenység. Ugye ez az egyik dolog. A másik pedig, hát itt van Gombás Attila, aki hosszú-hosszú évek óta egyfolytában tervezi, szervezi ezt a kiállítást, és technikailag is új megoldásokat talál, és mindig más átrendezésben. Tehát nekünk, akik nem élünk itt, csak jövünk a kiállításra, nekünk is nagy élmény mindig az, hogy lássuk, hogy na most mi változott, ugye? Hát a virágkötés az önmagában változó. Említette, hogy minden évben fotózott is. Hát ez iszonyat mennyiségű fotó lehet. Gépen tartja, vagy van, amit kinyomtatod? Nem, kinyomtatni, ott nyomtattuk ki, hogy ezelőtt hosszú-hosszú évekkel írtam egy könyvet, a magyar virágkötészet története 15 évben, ugye, az akkori 15 évet, amikor az egyesületünk lett 15 éves, abban is vannak képek innen, de ezeket már digitalizáltam, ezeket a képeket, amik hát megsárgultak, elmosódottak lettek, kicsit feljavítva gépen őrzöm, igen. Amikor elkértem a névjegyét, akkor a neve alatt azt láttam, hogy florista. Én igazából ezt a kifejezést még nem hallottam. Igen, nem magyar szó, tehát meg is szóltak érte, hogy miért nem virágos, vagy virágárus, vagy virágkötő. Hát ugyanis rengeteget jártam külföldi kiállításokra, bemutatókra, és ott a virágkötőt nem értik. A florista pedig bármilyen nyelven is, ugye az latin szóból megérthető. Igaz, hogy egy kicsit ágáltak rám, ugye, mert maga florista az á miatt egy kicsit, hogy is van, nőies szakmát takar maga mögött, de aztán megnyugodtak, hogy florist a külön. Azért is van más színnel szedve. Ugyancsak a riport előtt beszélgettünk arról, hogy kevesebb a diák munka ezen a versenyen, amit itt a Virágfesztiválon megrendeznek, hogy mi lehet ennek az oka? Nem képeznek virágkötőket, vagy olyan diákokat, akik ezzel foglalkoznak majd később? De képeznek, kevesebb lett az az iskola, ahol ezt a szakmát oktatják. Ez nagyon anyagigényes szakma, ugye hát a virágot meg kell vásárolni ahhoz, hogy a gyerekek egyáltalán foglalkozhassanak vele. Másrészt pedig hát nagyon sok verseny, tehát idén nem sok, de idézőjelbe téve elég sok verseny van, amihez hát diákok kellenek, ugye, és ezt azért találtuk ki annak idején, hogy sok legyen, hogy a gyerekek sokat gyakoroljanak. Most egy kicsit azt hiszem, hogy átestünk a másik oldalra, gyakorolnak, és egyre kevesebben vannak, mert az iskolák nem tudják finanszírozni. Megőrizte a 25 év plakátjait, a Virágfesztivál plakátjait, és most átadta. Nem sajnálta odaadni?
Megmondom őszintén, körülbelül 3 évet vártam. Tehát ez egy olyan gyűjtemény, olyan értékes gyűjtemény, ami hát az érdemli meg, aki ezzel foglalkozik. Tehát én gyűjtögethetem, aztán mit tudom én, 1 millióért eladhatom, de annak nem lesz olyan értéke, mint hogyha így, ahogy ma polgármester úrnak átadtam, és azzal adtam át, hogy gyűjtsék tovább, és sok-sok plakátot tegyenek még ebbe a kis dossziéba, mert ha eddigi, hát most azt mondom, hogy 32 év, ugye, mert akkor kezdtük igazából Téglás úrral, hogy azt a 32 plakátot egy kicsit dúsítsa még, gyűjtse, szaporítsa. Az is ott van a neve alatt, hogy szakújságíró, hol jelentett meg cikkeket. Hát a virágkötészet, én készítettem egy lapot, a virágkötészet lapot, amit most a fiatalok folytatnak, virágkötészet, ugyancsak virágkötészet címmel, és ezen kívül minden negyedében, minden második hónapban megjelenik a Kertbarát magazinban 4 oldalam, és a kertszőlőben írok, a Flóra magazinban írok a trendekről, bemutatókról, tehát van bőségesen munka. Egy kicsit komolyabb dolog, bár ez is komoly, ugye ma nehezen élünk, hát ezt mindenki tudja, hogy válság van. Milyen helyzetben vannak ma a virágosok, a virágtermelők és a virágkötők, a virágárusok? Nehéz. Tehát ugye, hogy is mondjam, egyrészt tisztul a szakma, és hát a NAV hálás vagy nem hálás tevékenységének köszönhetően szürkül, fehéredik. Tehát ebből adódóan ugye a virágosok most már nem tudnak csak maguknak dolgozni, mert akkor egy kicsit egyszerűbben megoldották adózás nélkül. Ma nem teljes adózás nélkül, de voltak utak, amik az adómentesség felé vezettek, és jobban éltek, több pénz maradt náluk, ma a tisztulással kevesebb pénz marad náluk, nagyon sok üzlet bezár, ugye? És ezzel a szakma is nagyon jól tisztul, és általában azok zárnak be, azok a virágosok, őket hívnám virágosoknak, akik a szakmát nem is tanulták, hanem csak keftelésből nekiálltak üzletet nyitni, hogy ez egy jó buli, és nem mindig működik most már, igen. Tehát szűkült a szakmai keret ebben, igen. Ennyi év után van-e még olyan dolog a mai, mostani kiállításon, amire úgy rácsodálkozott, vagy úgy, hú, hát ez gyönyörű. Hát igen, például kérdezte ön a kertészeket is, ugye van egy nagyon fejlődő kertészet, nem akarom a nevét mondani, hogy reklám legyen. Gyönyörű, szép kis Mikulás virágokat látunk tőle, rózsaszín, lilás színekben. Például ő azt az utat mutatja, hogy hogyan kell egy kertésznek valójában megélnie. Nem csak ott túrni a földecskét és előállítani a terméket nagy nehézségek árán, ő igazi marketing tevékenységgel próbálja eladni a saját termékét, a Mikulás virágait, ez nagyon szép. A virágkötők meg állandóan követik a trendet, ugye, és szebbnél szebb dolgokat készítenek. Hát én szerintem fejlődés van, rend lesz itt előbb-utóbb.